De ha esetleg látod a jövő hetedet, akkor én most megdumálhatnánk, hogy mikor, miben tudnál segíteni, vagy mennyi időt szállsz erre, vagy... Szia Gergő, hogy állunk? Éppen meg, ne, várj, most inkább ne vegyél, okay. Megőrülök éppen. Na, itt vagyok Gergőnél, egy titkos búvóhelyen az erdőben. Innen telefonálgatunk most a passzivistáknak, hogy beosszuk, hogy ki hol fog aláírást gyűjteni. Ami elég durva munka, ilyen folyamatos telefonálgatás. Éppen fölmérnek mi. Én közvéleményt kutatok, ott nagyon jól állunk, és majdnem mindenki szavaznak valamilyen szinten. Ez terjed az ATV-ben, hogy a Gergő bulizik, és ezért mondta le azt az interjút. Ja, azon besértődtek, azt hallottam. De azért nem azóta találkoztam azzal, aki az operatőr lett volna, így odajött, hogy jöhet volna az operatőr. Mondom, bocs, hogy ízre becsúsztuk. Ah, neki tök jó, ízre. Megkapta a fizút, nem kellett aznap dolgozni. Na, ennyi, szóval tessék. Kutyapárt az operatőrökért. Eljött a vég. Biztos, én sejtem, hogy itt a közvilágítást kiújtotta fel. Ó, Veronika, te vagy? Nem te vagy, jól van, akkor mondom, hogy visszük a Gergővel a plakátokat, meg van ragasztó is, az a jó hír. Bekeverve. Hogy ezek között van sima brutis is, van sima kutyapártos plakát. Sima brutis. Igen, akkor... Hadd nézzem, mennyire sima. Na, sziasztok! Underdog vagyok. Underdog vagyok, bazd meg, én annak a csávónak, ennek a csávónak plakátolok, bazd meg. Ennek a csávónak, kurva, utálok egyébként, hogy miért utálok? Nem lesz mindig ilyen idő! Nem lesz mindig ilyen idő! Nem lesz mindig ilyen idő! Normálisan fel voltam öltözve. Hallod, ez a kurva anyád. Mégis, bazd meg, neki plakátolok ingyen. Igen. Zöld Szofi előadás kezdődik 5 perc múlva. Itt vagyunk az öltözőben, itt a többi jelöltekkel, ott a legrosszabb politikus. Megtanuljuk a szöveget, vagy menjen meg inni. A legjobb. Menjen meg inni. Az EGRI jelölt. A Gergő az ma nem jön, pedig ő játszaná Orbán Viktor, de helyette lesz a Zoli, mert ők már el vannak foglalva. Utolsó pillanatokban vagyunk. Mi ne legyenek be. Akkor énekeljünk. Itt van, csak ne idegeskedj. Nagy úgy vigyázz rá, mint az életedben. Mint az életen. Jó. Jó. Ha láttad volna, hogy motorozok ma, nem ezt mondtad volna. Könyörgöm neked, hogy dobjuk félre a technika csodáit. E-mailt, Skype-ot, SMS-t, Facebookot, sőt még a YouTube-ot is. És éljük át a katarzist az élő jelenlét mámorában. Merítkezzünk meg a személyes találkozás keresztvizébe, és bízzuk magunkat kémiára, fizikára, biológiára, Marcsi! Én találkozni szeretnék veled. És addig akarlak csókolni, míg belefulladsz te kurva életbe. El se indítottam.